Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, és ez a Háborúk hírei exkluzív című rovatunk. A NATO az Oroszország elleni háborúval kacérkodik, ami viszont a katonai szövetség felbomlásával járhat, írja a Fegyverek és Biztonság című geopolitikai blogjában Stephen Bryan külpolitikai elemző, volt amerikai helyettes külügyi államtitkár. Franciaország most már hivatalosan is csapatokat küld Ukrajnába, akik már egy ideje ott is vannak, miközben NATO országok csapásokat követelnek mélyen Oroszország belsejében. Egyidejűleg az USA titokban olyan politikai váltást hajtott végre, amely ugyan némileg elmarad attól, amit Zelenszkij elnök akart, de megnyitja az ajtót az Egyesült Államok mélységi csapásai előtt az orosz területen, írja Stephen Bryan. Anthony Blinken, amerikai külügyminiszter szerint az amerikai mélységi csapásmérés engedélyezése úgymond félretájékoztatás, de nem tagadta az amerikai politika irányváltását. Azt állítja, hogy orosz dezinformációról van szó, de a jelentések Washingtonból és nem Oroszországból érkeztek. Ukrajna az összeomlás szélén áll. Az ukrán hadseregnek kevés a katonája, és a helyzet napról napra rosszabb lesz, mivel a hadseregük továbbra is magas veszteségeket szenved. Az oroszok szerint Ukrajna májusban 35 ezer katonát veszített, halottakat és sebesülteket egyaránt. Ukrajna nem tudja pótolni az elvesztett katonákat, és a folyamatban lévő kényszertoborzó program sem tudja biztosítani és helyettesíteni a kiképzett személyzetet. Vannak olyan hírek is, hogy Oroszország jelentősen növelheti saját csapaterőit a harcvonalban. Egyesek szerint ez a folyamatban lévő Harkivra összpontosító hadműveletet erősítheti. Mások egy új harci frontot vetítenek előre a Szumi régióban. Megint mások úgy vélik, hogy az oroszok hamarosan megerősítik műveleteiket a frontvonal mentén, újabb területeket foglalhatnak el, és végül beveszik Csaszivjárt. A NATO vezetői is Ukrajna összeomlásától tartanak, de miközben azt találgatják, mit fognak az oroszok legközelebb tenni, nagy részt kifogytak a lehetőségekből Ukrajna megmentésére. A NATO katonák korlátozott számú bevetése nem megoldás, mert csak azt jelenti, hogy Európa fővárosai hamarosan tele lesznek koporsókkal. A NATO azonban nem akar tárgyalni Oroszországgal. Ez különösen igaz Joe Biden elnökre, aki attól tart, hogy Afganisztán után Ukrajna elvesztésére rámegy a közelgő választás. Bármilyen alkot oroszokkal ugyanis ma már jelentős engedményeket jelentene, nem csak a területeket, hanem Ukrajna jövőjét illetően is. Oroszország nem változtatott vörös vonalain, és azt követeli, hogy a NATO vonuljon ki Ukrajnából. Bár az oroszok talán beleegyeznének bizonyos biztonsági garanciákba Ukrajna számára, nehéz azt elképzelni, hogy ezeknek a garanciáknak különösebb jelentősége lenne. De vajon az USA kész lenne háborút indítani Oroszország ellen Ukrajna miatt? Aligha. A NATO egyetlen szilárd és kipróbált katonai ereje az Egyesült Államok. Az amerikai haderő azonban főként expedíciós jellegű és kicsi, nem felel meg egy orosz szárazföldi hadseregnek. Ha valaki látni akarja, hogy mi történik az expedíciós hadseregekkel, nézze meg, mi történt a II. Világháborúban Dunkerque-nél. Az amerikaiak előnye a taktikai légierőben van, de az amerikai pilótáknak egy sűrű és szűk légtérben kellene tevékenykedniük, ahol az orosz légvédelem csökkenthetné az amerikai taktikai repülés hatékonyságát. Teljes mértékben igaz az, hogy az USA-nak van lopakodó repülőgépe, de az oroszok dolgoznak azon, miként tudnak fellépni az amerikai lopakodó vadászgépek, például az F-22-es és F-35-ös típusok ellen. Senki sem tudja biztosan megmondani azt, hogy Oroszország mennyire jutott előre abban, hogy képes legyen célba venni az amerikai lopakodó platformokat, de az orosz stratégiai védelem URH és elsávú radarokat használ, hogy elkerüljön mindenféle meglepetést, és képesek legyenek kezelni a lopakodó gépek jelentette fenyegetéseket. Ez megmagyarázza azt, hogy a múlt héten miért vettek célba ukrán drónok két orosz stratégiai radarállomást. Vajon az orosz radareszközök elleni támadás az amerikai stratégiai bombázók és taktikai repülők ukrajnai háborúba való bevonulásának az előkészítése volt? Az orosz területen belüli csapásokra vonatkozó új amerikai politika úgy tűnik, hogy a Harkiv régióban végrehajtott légvédelmi csapásokra korlátozódik, vagyis orosz területen belül Belgorod környékén, egy olyan orosz városban, amelyet már eddig is célba vettek ukrán tüzérségi és dróncsapások. A másik jelentős korlátozás az, hogy Washington nem engedi,
hogy az ETKMS rakétákat lőjék ki orosz területekre, kivéve a Krímet, amelyet az oroszok saját területüknek tekintenek. Az oroszok szerint az amerikai politika nagyrészt értelmetlen, mert már most is használják az amerikai és NATO fegyvereket Oroszország területén. Putyin elnök Taskentben elmondta azt, hogy az USA és a NATO a nagy hatótávolságú fegyverekhez személyzetet is biztosít, és célzott hírszerzést is biztosít a számukra, így az úgymond új politika egyáltalán nem újdonság. Vonzó katonai lehetőségnek hangzik az Oroszország elleni mélységi csapás, de ez korántsem egyértelmű, hogy az ilyen támadások megváltoztathatják-e az ukrajnai háború menetét. A legjobb lehetőség, amellyel Ukrajna megpróbálhatja visszaszorítani az oroszokat, a drónok használata, amelyek többsége kínai eredetű, és amelyeket Ukrajna úgy módosít, hogy robbanó tölteteket, főként RPG-7-es robbanófejeket hordozzon. Ezek képesek megsemmisíteni egy tankot vagy páncélozott járművet, vagy akár egy-egy parancsnoki központot vagy légvédelmi radart is. Ukrajna ezrével lövi ki őket, és az eredmények mérsékelten bizonyultak hatékonynak. Figyelemre méltó az, hogy a kínaiak továbbra is eladják ezeket az ukránoknak, annak ellenére, hogy barátjuk és szövetségesük Oroszország. Az is érdekes, hogy az oroszok nem mondanak erről semmit, pedig úgy tűnik, hogy Oroszország számára a leggyorsabb módja az ukrajnai háború befejezésének az lenne, ha elérné Pekingnél azt, hogy leállítsák a drónok szállítását. Számos kínai dróngyártó vállalat létezik, de a legnagyobb és legfontosabb a DJI, Dayang Innovations, amely a világpiac 70-80%-át birtokolja. Európában és az Egyesült Államokban is vannak drónszállítók, de ezek nem gyártanak nagy mennyiségben. Az USA politikájának megváltoztatását néhány figyelemre méltó kivételtől eltekintve számos NATO ország támogatja. Az egyik ilyen kivétel Magyarország, amely ellenzi a NATO-ukrajnai szerepvállalását és ellenzi az orosz területen végrehajtott mélységi csapásokat. Ami pedig még fontosabb, Olaszország is az ötlet ellen foglalt állást. A németek a maguk részéről azt mondják, hogy támogatják a mélységi csapásokat, de eddig legalábbis nem szállítottak Taurus cirkáló rakétákat, amely az egyetlen mélységi fegyverük. Nehéz megmondani, hogy az oroszok mit fognak tenni azon túl, amit már most is tesznek. Az új politika sajnos elkötelezi a NATO-t egy Oroszországgal vívott háborúra, és közelít az Oroszország elleni hadüzenethez. Ez azt jelenti, hogy az oroszok visszavághatnak, és egyesek Oroszországban ezt is szorgalmazzák. Ha ezt tennék, az azonnal kiterjeszteni a háborút Európára, és ennek a stratégiai váltásnak Putyin eddig ellenállt. Mindennek valószínű eredménye az, hogy az ukrajnai háború folytatódni fog. A NATO még több veszteséget fog szenvedni, beleértve a NATO katonákat is. A színfalak mögött a légierő vagy a NATO szárazföldi erőinek bevetésére készített tervek nem valószínű, hogy megvalósulnak, tekintettel az Európára gyakorolt szörnyű következményekre. A NATO egy nagyobb háborúval való kacérkodása rendkívül kockázatos, amint azt komolyan gondolkodók Európában és az Egyesült Államokban is felismerték már. Az orosz területek elleni támadások vagy francia katonák frontra küldése nem fogja elijeszteni Oroszországot és elérni azt, hogy visszavonuljanak, mivel Moszkva már beárazta ezt a veszélyt, és tovább folytatják az ukrajnai háborút. Ráadásul az, hogy a NATO nem tárgyal Ukrajnáról, azt jelenti, hogy folytatódik a katonai szövetség amúgy is korlátozott képességeinek kivéreztetése. Ennek következtében néhány NATO állam úgy dönthet, hogy máshol kell biztonságot keresnie, ami pedig a NATO felbomlásához vezethet, zárja elemzését Stephen Bryan. Ez volt tehát a háborúk hírei exkluzív című rovatunk. Morvai Péter szerkesztőt hallották. Köszönjük a megtisztelő figyelmüket, hogy már több mint 72 000-en feliratkoztak a csatornánkra. Ha esetleg ezt nem tették volna még meg, akkor kérem, hogy csatlakozzanak, hogy elsőként értesülhessenek új adásainkról. További szép napot, békés hétvégét kívánok, és találkozzunk a jövő héten is a viszonthallásra.